Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, ez a Fradi TV, itt az M4 Sporton. Jó estét kívánok, én is köszöntöm Önöket. Labdarúgó válogatottunk megkezdte a felkészülést a franciaországi Európa-bajnokságra. Külön öröm számunkra, hogy fradista is akad bőven a keretben. Lássuk, hogy alakult az első heti összetartás Ausztriában. Bad Kleinkirchheim. Ez az alig 2000 fős osztrák kisváros volt a magyar labdarúgó válogatott felkészülésének legújabb állomása. Ben Stork és csapata kedden érkezett meg az edzőtáborba, szerda reggel pedig el is kezdődött a munka, természetesen ferencvárosi játékosokkal a csatasorban. Az első napi élményekről, edzésről és regenerálódásról Böde Dánielt kérdeztük, aki rögtön egy kőpapírolló győzelemmel nyitotta a szerda reggeli tréninget. Hát igen, egy ilyen, mondhatom úgy, hogy egy feszültségoldóval kezdődött az edzés, Fiola Attilát megvertem egy kőpapírollóba, úgyhogy tényleg egy sikeres felkészülésen vagyunk egyelőre túl. És milyenek az első tapasztalatok itt az első edzés után? Milyenek a körülmények, hiszen neked azért elég kevés időt volt pihenni? Hát kiváló körülmények között vagyunk, kényelmes az ágy, tényleg a pálya kiváló, egyelőre még jó hangulatok az edzések is, úgyhogy tényleg profi körülmények vannak. És egyébként ezzel egyelőre mennyire sikerült megbirkózni, hogy neked tényleg nagyon kevés volt a pihenő, hiszen a Magyar Kupa döntő, aztán csatlakoztál a kerethez, most pedig már el is kezdődött a munka. Hát úgy gondolom, hogy szerintem nagyon sokan cserélnének velem, olyan helyzetben vagyunk, hogy sokan lennének itt most a helyünkbe, úgyhogy alkalmazkodunk hogy ehhez, hogy ilyen kevés szünet van. Örülök, hogy itt lehetek, bízom benne, hogy még Franciaországban is ott tudok lenni. Amikor beszélgettünk a Magyar Kupa döntő után, akkor mondtad, hogy most már egyre jobban kezded azért visszanyerni a formád a sérülés után. Most egyébként ilyen szempontból hogy érzed magad? Teljesen jól érzem magam. Van egy hónapos felkészülésünk az EB-re. Itt bízom benne, hogy teljesen utol tudom érni magam. Böde Dani tehát köszöni szépen, jól van, és gőzerővel készül a pénteki elefántcsontpart elleni mérkőzésre. Az afrikaiak elleni felkészülési találkozó után a válogatott, valószínűleg Bödével a fedélzeten, visszatér Ausztriába, utána pedig Németországon keresztül vezet az útja a franciaországi EB-re. Legjobb magyarjaink után most jön egy külföldi kedvenc. Komoly esély van arra, hogy nem csak az Európa-bajnokságon, hanem Dél-Amerika kontinens bajnokságán a Copa Amerikán is pályára lép egy ferencvárosi játékos. Ez utóbbira Cristian Ramírez pályázik, aki meghívót kapott az ekvádori nemzeti csapatba. Ramírez úgy érzi, megérett a feladatra. Nem csak Európában rendeznek kontinens bajnokságot 2016-ban. A világ legrégebbi válogatott vetélkedése a Copa America idén ünnepli 100. születésnapját. A centenáriumot pedig minden eddiginél nagyobb 16 csapatos viadallal teszik emlékezetessé. Ecuador válogatottjában pedig fradista játékos is ott lehet a tornán. Cristian Ramírez ugyanis bekerült a 40 fős előzetes keretbe. Április végén hívtak föl Ecuadorból, hogy tagja lehetek a válogatott bőkeretének. Idén a Ferencvárossal mindent megnyertem, amit lehet. Nagyon örülök neki, hogy most a válogatottban is bizonyíthatok. Nagyszerű lehetőség ez a számomra, és bízom benne, hogy ott leszek a végső 23-as keretben. Ramírez 2013. novemberében 19 évesen Honduras ellen ölthette magára először az ekvádori felnőtt válogatott mezét. Az akkor Németországban légióskodó balhátvéd a 2014-es világbajnokság előtt is a bőkeret tagja volt, ám az utolsó szűkítés nem kedvezett neki. Amikor Ramírez 2015. januárjában csatlakozott a Ferencvároshoz, az ekvádori kispadon is változás történt. A bolíviai Gustavo Quinteros vette át a nemzeti csapat irányítását. Az akkor kinevezett szövetségi kapitány sok játékos kipróbált, én viszont nem kaptam lehetőséget. Minden keret hirdetésnél vártam, hogy meghívót kapok, de nem érkezett. Fradiban viszont rendszeresen játszhattam, így töretlenül bíztam benne, hogy előbb-utóbb újra lehetőséget kapok a válogatottban is. Most itt a lehetőség, nekem pedig meg kell mutatnom, hogy mire vagyok képes. Az elmúlt másfél évben Ramírez kirobbanthatatlan volt a Fradi kezdő csapatából. Balhátvédünk idén már a gólszerzésben is jeleskedett, kiegyensúlyozott teljesítménye pedig elég lehet ahhoz, hogy a végső 23-as keretben is szerepeljen a neve.
Ha valóban így lesz, akkor játékosunk a Copa Amerikán olyan sztárok ellen léphet pályára, mint Lionel Messi, Luis Suárez, Douglas Costa, vagy a legutóbbi világbajnokság gólkirálya James Rodriguez. Még a Fortuna Düsseldorfban játszottam, amikor felkészülési meccsen legyőztük a Monacót. Akkor James Rodriguez és Falcao is ott játszott, nagyszerű élmény volt ez nekem 19 évesen. Barátságos válogatott meccsen keretben voltam már Argentina és Brazília ellen is, közelről láttam játszani Neymart, Willian-t. Készen állok a legnagyobb nevekkel is felvenni a harcot. Ecuador nem tartozik a dél-amerikai térség legnagyobb futballnemzetei közé. A Copa Amerikán még sosem nyertek érmet. Az elmúlt 4 világbajnokságból 3-on ott volt a 15 millió lakossal rendelkező ország válogatottja, kontinens viadalán viszont 1997 óta egyszer sem élte túl a csoportkört. A térség világbajnok és elejtezőit viszont jól kezdték, így Ecuador bizakodva várja a centenáriumi Copa Amerikát. A csoportunk nehézségét jól jelzi, hogy rögtön Brazília ellen kezdünk. Mellettük még Haiti és Peru lesz a riválisunk a továbbjutásért. Nem egyszerű négyes, de szerintem jó esélyünk van a továbbjutásra. Elvégre jó játékosaink, jó csapatunk van. Ramirez egy pillanatra sem tagadja, hogy hatalmas öröm számára hazáját képviselni a futballpályán. Még akkor is, ha ezért bizony áldozatokat kell hozni. Nyaralásra most nem lesz időm, de ilyen a profi futbolisták élete. A válogatottnál is keményen kell edzeni, így nem tarthatok szünetet. Ramirezék május 25-én az Egyesült Államok ellen lépnek pályára felkészülési mérkőzésen, a Copa Amerikát pedig június 4-én Brazília ellen kezdik meg. A fradisták nemzetközi környezetben is megállják a helyüket, ezt láthattuk a hétvégén is. Valencia, Dinamo Moszkva, Shakhtar Donetsk, csak pár klubnév a Ferencváros által szervezett 5. pünkösdi torna résztvevői közül. A szakemberek véleménye szerint az idei volt a legnívósabb torna, ezért a győzteseknek jár az őszinte gratuláció és az elismerés. Csütörtöktől hétfőig a Népligeti Sporttelep adott otthont az 5. pünkösdi nemzetközi utánpótlás tornának. A rangos eseményen U16-os labdarúgó csapatunk a 7. helyen végzett, miután büntetőkkel legyőzte a helyosztón a Slavia Prahát. Nem így képzeltük el a tornát, de természetesen, amit nyilatkoztam az első mérkőzés után is, hogy tanuló fázisban van a csapat, nagyon jók ezek a nemzetközi mérkőzések, ebből tanulni kell és hasznosítani a bajnokság során. Nem mutatta meg az igazi arcát a csapat egyetlen egy mérkőzésen se. Az ellenfeleknél láttam nagyon jó teljesítményeket, nagyon jó kvalitású játékosokat, őket kell utolérni. Én úgy gondolom, hogy amit láttunk is, hogy a minden egyes játékosunkat mértünk, hogy a futás teljesítményben maradunk el a nemzetközi szintől. Igazából ami kell és hozzá kell raknunk azt, hogy fejbe érettebbek legyünk, gyorsabb döntéseket hozzunk, és ehhez hozzá kell társítani egy olyan mentalitást, ami mindenáromból a győzni akarást elősegíti, és ebbe előre kell, hogy lépjünk. A pünkösdi tornát már 5. alkalommal rendezték meg. A 8 csapatos megmérettetésen végül a Dinamo Moszkva győzött. A versenyre évről évre szívesen jönnek a külföldi csapatok, hiszen remek körülmények között játszhatnak komoly nemzetközi egyesületek ellen. Hát maga a torna szervezésével, lebonyolítással nagyon elégedettek vagyunk, nem csak mi, hanem az összes vendégünk, mint a játékosok, mint a vezetőik. Hál' Istennek eljutottunk oda, hogy minden évben, ugye decemberben kezdjük el szervezni a következő évi rendezvényt, és már akkor, akiknek kiküldjük a meghívót, egy-két nap alatt már válaszolnak, hogy jönnek, tudnak jönni. Valaki már előre kérdezi, hogy mikor tudunk jönni, hogy benne leszünk abban a 8-ban, aki jövőre is itt lehet. Meglátjuk, az biztos, hogy a győztest azt a jövőre is visszavárjuk. A fiatal reménységek után most következzen egy igazi példakép.
Lipcsai Pétert minden fradista ismeri. Fel tudjuk idézni a góljait, meg annyi cselét, félpályás indítását. Arról azonban már kevesebbet tudunk, hogy gyermekkorában mennyit dolgozott azért, hogy egy napon a Ferencváros ikonja legyen. A Fradi iskola programjának Dabasi állomásán a kapitány volt a sztárvendég. Lipcsei Péter a Ferencváros legendája 1990 és 2010 között, két kisebb külföldi megszakítással 17 szezont húzott le a Fradi játékosaként. Ő ölthette magára legtöbbször az FTC zöld-fehér mezét, ma pedig második számú csapatunk edzőjeként dolgozik. A Fradi suli program nehezen találhatott volna megfelelőbb embert, hogy képviselje klubunkat Dabason. A Pest megyei település sportcsarnokában 5 iskolából és 2 óvodából közel 1500 gyermek várta küldöttségünket. A Kazinc Barcikán nevelkedett Lipcsei pedig saját példáján keresztül mutatta meg nekik, hogy kisvárosból indulva is komoly sportsikerek érhetők el. Édesapám volt az edzőm már serdülőkorban is, és volt, mikor 2-3 évvel idősebb csapatban játszottam, ugyebár akkor még nem voltak ezek a korosztályok, hanem akkor volt ifi egy ifi kettő, volt serdülő egy serdülő kettő, és volt, amikor serdülőkorú voltam, és már játszottam az ifibe. Édesapám az ifinek volt az edzője, és akkor szép fokozatosan fölvitt, hogy játszak egy 20 percet, egy fél órát, utána egy teljes mérkőzést, és így alakult ki bennem az, hogy utána 17 évesen be tudtam mutatkozni a Kazinc Barcika MB2-es csapatába. Lipcsei Péter sokat köszönhet édesapjának, kivételezésről azonban szó sem volt Kazinc Barcikán. Nagyon kemény volt, tehát én azért volt, mikor sírva mentem haza az edzésről, hogy állandóan engem bánt, de mindig elmondta, hogy belőle többet akarok kihozni, mint a többiekből, és hát igazából az eredmény az meg is lett. A bal lábam az gyengébb volt, mint a másik, és egyszerűen a fatalom levetette a jobb lábamról a cipőt, és csak ballal kellett rúgnom. Tehát azért még nem voltak műfüvek, hanem salakpályán kellett, tehát ott azért mezit láb vagy egy zoknid rajta az egyik lábadon, úgy nagyon kellemetlen volt edzeni. Lipcsei 18 éves volt, amikor gyökeres változás állt be az életében. A másodosztályú Kazinc Barcikai együttestől az ország legnagyobb csapatához, a Ferencvároshoz került. A pályán és azon kívül is lehetőségek széles tárháza nyílt meg előtte. Hát nem voltam 18 éves, mikor megkereste a Fradi a édesapámat, ugyebár meg kellett, mert neki is kellett az aláírása ahhoz, hogy én ide kerüljek. Tudtommal volt még megkérés, azt hiszem a Békéscsaba és a Honvéd részéről, de édesapám megint jó választott, és együtt döntöttük el, hogy ide jövünk a Fradiba. Belecsöppentem ebbe a Fradi életbe, akkor tudtam meg azt, hogy mi az, hogy Ferencváros, és hát utána pedig folyamatosan, ugyebár a 92-es bajnoki cím, amikor megnyertük, az felejtetetlen ez számomra, mert olyat én még nem éltem át. Lipcsei sikerekben gazdag pályafutása során 4 bajnoki címet és 6 magyar kupát nyert a Ferencvárossal. 1992-ben Kek gól király, 1995-ben az év magyar labdarúgója lett. De Lipcsei nem csak a sikerek és vezető képességei miatt lett Fradi legenda, hanem klubhűsége okán is. A szűkös másodosztályú években is kitartott a csapat mellett. Pedig, ahogy azt a gyerekek előtt is vállalta, gyerekkorában még csak nem is a Ferencvárosnak szurkolt. Én azért voltam Vasas szurkoló, mert ugyebár mikor vidékről fölkerültem, a nagypapám a Vasasnál dolgozott, és a Vasas elnökét szállítgatta, mint sofőr, és hát minden szabadidőmben a Vasas pályán voltam a Fáy utcában, és ezért lettem Vasas szurkoló, de amikor 90-ben ide kerültem a Ferencvároshoz, akkor tudtam meg azt, hogy és hogy mit jelent a Fradi, és hát azóta tart ez 26 éve ez a szerelem. Ez a szerelem pedig kölcsönös. Lipcsei Péter hűségét a Fradi család soha nem fogja elfeledni. Se az idősek, se a fiatalok, akik Dabason is elhalmozták szeretettel klubunk ikonikus alakját. A csillogó szemek, amelyek körülvették a kapitányt, azt mutatták, Lipcsei Péter teljesítményével, futballtudásával a Ferencváros korszakos egyéniségévé nőtte ki magát. A korábbi hatos ezért a szerepért hatalmasat küzdött, és mint ilyen alig, hanem a legmegfelelőbb példakép, aki a fiataloknak elmondja, milyen felelősség és megtiszteltetés a 3 E betűt képviselni.
Most foglalkozunk egy picit a lányokkal, hiszen címvédőként jutott női labdarúgó csapatunk a bajnokság döntőjében. Ahogy tavaly, úgy idén is az MTK volt az ellenfelünk. Lássuk, milyen eredményt hozott a magyar női labdarúgás legnagyobb rangadója. Női labdarúgó csapatunk ezúttal is közel járt ahhoz, hogy 11-es párbaj döntsön az MTK elleni fontos meccséről. Aztán jött a bajnoki döntő első felvonásának 93. perce. Ez már a 93. perc. A kapu felé csavarodik! Gól! Nem gól! Hát ez hihetetlen, nem volt bent, de mutatja a játékvezető! Középre mutat a játékvezető! Elképesztő góllal, a jelek szerint kicsikarja a győzelmet a Ferencváros a 93. percben. I was just thinking like it would because I saw that it's there is a wind and I was just thinking like it would be perfect if the ball goes to the goal and then I was on the same line on the goal line so I saw that it's a goal and I was just so happy because I didn't want penalties. Were you afraid that the referees won't see that it's a goal? No, because I saw that the assistant referee, she saw it because it wasn't like close. Ah. It was maybe half meter in the goal, so I was sure that it will be goal. Pedig a találkozó úgy indult, hogy nem kell majd ennyire izgulnunk. Zágor Bernadett a 4. percben szabad rúgásból tekert Varga Luca kapujába, a 12. minutumban pedig akcióból volt eredményes. Kezdtél már ennél jobban a meccset? 12 perc volt kb. Nem emlékszem, most nagyon bejött így az elején, de sajnos a vége ismét szoros volt. Nagyon tompán játszottunk, nem tudtuk a játékunkat játszani, amit nem indokolt végül is semmi. Ezek a rövid passzos kis játékok, a mozgások nem voltak meg, és ezért nem voltunk a kapura veszélyesek. Értékelünk a kispadról, szörnyű meccs volt, de nyertük! A folytatásban azonban nem azt a játékot nyújtott a csapatunk, amire képes. Ezt pedig az MTK kihasználta, és a korai szépítés után a hajrában ki is egyenlített. Az utolsó szó azonban a miénk volt, így a bajnoki címhez szükséges 2 győzelemből az elsőt megszereztük. 50%-os távolságot megtettünk a bajnoki címig, úgyhogy annak azért örülök, próbálok pozitívan hozzáállni, hogy nem játszottam, futballozott jól a csapat, mégis rúgtunk 3 gólt az MTK-nak, és megnyertük a meccset. Mi lesz majd, hogyha igazán jó pörünk és csináljuk a saját dolgunkat a pályán? Szerdán a Magyar Kupa fináléjában lépünk pályára a Honvéd ellen, a bajnoki döntő pedig május 23-án hétfőn folytatódik. 10 nap alatt ez a csapat simán lejátszik 3 mérkőzést, ha mást nem akarok gondolni, akkor a bajnok ligája selejtezőben, ha el tudunk odáig jutni, már pedig szeretnénk, ott 6 nap alatt kell 3 klassz meccset játszani, nem hiszem, hogy nekünk ez gondot okoz, inkább feldobja a lányokat ez a szerdai mérkőzés, nyilván fogunk változtatni majd a csapaton, hiszen 18 játékosunk van, mindannyian megérdemlik, hogy pár lépjenek egy-egy címért a Ferencvárosnak a mezében. Izgalmas mérkőzés, mondjuk, hogy direkt tettük izgalmassá. Nem, most ott direkt csináltuk ilyen izgalmasat. Hát a tévében adják, azért legyen valami izgalmas. Nem direkt voltunk ilyen bérek. Gratulálunk a csajoknak a győzelemhez, és sok sikert a folytatásra. Most még talán fáj, de pár nap múlva már büszkék lesznek magukra a játékosok. Vízilabda csapatunk az OSC-vel küzdött a bajnoki bronzért. Ám ezúttal ellenfelünk jobbnak bizonyult. Varga Zsolt legénysége a 4. helyen zárta az OB1-et. Ami remek eredmény, hiszen így jövőre is indulhat a nemzetközi porondon. Vízilabda csapatunk 4. helyen végzett a bajnokságban. A bronz csatában az OSC jobbnak bizonyult, ám Varga Zsolt együttes a 2. mérkőzésen szorossá tudta tenni a találkozót. Megtettük, amit ígértünk, és most egy nagyon pici kellett ezen a mai meccsen, hogy talán egy csöppet még túl is lépjünk ezen az árnyékunkon, a saját árnyékunkon. Az OSC ugye elment megint az elején, követtük őket, végig ott maradtunk rajtuk, majd úgy éreztem, hogy a második negyed végére megtört az OSC lendülete, és akkor azt éreztem, hogy úgy akkor, ha tudunk egyet még úgy lendíteni a szekerünkön, akkor lehet esélyünk
és ennek ellenére azt éreztem, hogy táborról ugye belövöldöztek egy pár gólt, és tulajdonképpen ezzel úgymond talán egy picit pontot is tettek a meccs végére. Ugye végén még volt egy gólhelyzetünk, hát nagyon sajnálom, hogy azt nem lőttük be, de nagyon jó kialakított helyzetek voltak, és szerintem az egyik legtüzesebb, legharcosabb, talán lehet a legjobb meccsünk is volt az évben. Vízilabdázóink a 2015-2016-os szezon alapszakaszában maguk mögé utasították a Honvédot és a Vasast, a középszakaszban pedig bravúr győzelemmel még az Egert is megverték. Úgy gondolom, hogy a tavalyi évhez képest előreléptünk, hisz magabiztosabb jutottunk a négyben. A bronzmérkőzésen azért volt esélyünk, tavaly ez nem így volt, ennek ellenére azért csalódott vagyok, mert egy kicsivel nagyobb ugrást vártam a csapattól. Ugye ami a legfontosabb volt, az a, én inkább azt tekintem, mert nyilván ez a mai mérkőzés is ott van, amikor az OSC-t majdnem megvertük, akkor még egy nagyon jó csapat, egyszer sikerült Egerben az Egert legyőzni, az is egy nagy siker volt. Én úgy érzem, hogy a legnagyobb, a legkeményebb, a legjobb az az volt, hogy nagyon biztosan megvertük a Szegedet azon a meccsen, ahol eldőlt, hogy mi negyediknél gyengébbek már nem mehetünk. Tehát én azt érzem, mert ezek a meccsek, az Egeri meccs is, ez is, ezek mind ilyen kicsit bónusz meccsek. A bónusz meccseken könnyebb a jó játék. Azokon a meccseken, amikor nagyon kell, és ott a Szeged ellen nagyon kellett, az nagyon szépen hozta a csapat. Úgy gondolom, hogy az Eger elleni mérkőzésünk volt a legjobb, mert mégis egy előttünk rangsorolt csapatot vertünk meg. Ráadásul jó játékkal, talán senki nem nyert még, ha jól tudom, Egerben az idei évben, úgyhogy ez egy komoly fegyvertény, de ez érmet nem osztanak sajnos, úgyhogy igen. Pólósaink negyedik helyükkel felzárkóztak az élmezőny mögé, ezzel a legerősebb középcsapattá válva. A fejlődés roppant látványos, hiszen nem is olyan rég nem bronzcsatával, hanem kiesési rangadóval zárult a bajnokság a Népligetben. Akár is mondhatom, hogy fiatal edzőként, de megtapasztaltam talán a legalját is ezeknek az érzéseknek, hogy milyen igenis egy kiesés ellen küzdeni, és 6-3-ról 7-6-ra nyerni kiesési rangadon a Pécs ellen, ugye amikor lettünk ugye a 12-ek, és szép lassan ugye a következő, már 9-ek lettünk, az is azért még egy nagyon, nagyon emlékezetes év maradt, hiszen ott a 9. helyért küzdöttünk a KS-vel, ahol 44 darab 5 méteressel sikerült végül is bebiztosítani a 9. helyet. Tehát nagyon emlékezetes évek vannak mögöttünk. Úgy látom, hogy az építkezés az egy nagyon fontos rész ennek, hiszen most már egyre magabiztosabban itt vagyunk, és bízom benne, hogy jövőre még sokkal előrébb tudunk lépni. Zárásként egy remek hír a mai napról. Hajnal Tamás továbbra is a Fradit erősíti. Kiváló labdarúgónk meghosszabbította szerződését, így biztos, hogy remek átadásait és kreatív játékát a következő idényben is láthatják drukkereink a Groupama Arénában. Mindenben megegyeztek a felek, így az 59-szeres magyar válogatott Hajnal Tamás továbbra is a Ferencvárosban folytatja pályafutását. A korábban Németországban és Belgiumban közel 2 évtizedet eltöltött labdarúgó hatalmas támaszt jelent a ferencvárosi középpálya számára. Mind a labdavesztés utáni letámadás, mind a támadásépítés területén mérkőzést eldöntő lehet a tapasztalata. Hajnal Tamás keddélben írta alá a szerződését. Igen, mind a két fél szerette volna, tényleg nagyon jó időszak van mögöttünk, és bízunk benne, hogy a jövő is hasonlóan fog kinézni, és érzem a klubvezetők, a szakmai stáb részéről azt a határtalan bizalmat, és a részemről sem volt ez soha kérdéses, hogy én még továbbra is itt szeretnék a Fradiban játszani. Hajnal Tamás másfél év alatt 1 bajnoki címet, 2 magyar kupát, 2 szuperkupát, valamint 1 ligakupát nyert. E sikerekben gazdag időszak után nem volt kérdés a folytatás, de hogy klubunk jó úton jár, azt mutatja, hogy a korábbi dortmundi és stuttgarti saját nevelésű labdarúgónkat is csak pozitív élmények érték hazaigazolását követően. Igen, teljesen, szóval semmilyen negatívumot nem tudnék kiemelni, nem jut eszembe, hanem tényleg annyi sok pozitív élménnyel gazdagodtam, és tényleg olyan tényleg jó klubba kerültem, ahol nagyon profi munka folyik minden téren, és tényleg csak a focira kell koncentrálni, úgyhogy nagyon jó döntés volt, hogy 2014 végén, ahogy te is mondtad, hogy akkor hazajöttem, és hogy segíteni tudok a Fradinak, hogy ilyen sikereket érjünk el.
Ez volt mára a Fradi TV, köszönjük megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, addig is. Hajrá, Fradi! Mindig és soha! Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Hey, I'm bringing booty back.